Sütötték a gesztenyét a Lukácsházi pincés kemencés napokon, bár nem ez volt a program fő gasztronómiai csemegéje, gyorsan elfogyott a kosárból. Gesztenye szív, gesztenye tekercs, gesztenye püré, igazi sütemény kavalkát kínálta magát a kőszegi Orsolya napi vásáron. A környék jellegzetes termését szinte mindenki szereti, így minden őszi fesztiválon megtalálható. A Kőszeg hegyalján egykor komoly megélhetési forrást biztosított az itt élőknek, ma is sokan foglalkoznak a feldolgozásával Velemben is. Ezt szoktuk megfőzni, és ebből lehet gesztenyemasszát készíteni, vagy ugye más módszerrel ugye lehet gesztenyelisztet is készíteni belőle. Mert valamikor a gesztenyelisztből ugye kenyeret is sütöttek, ugye Velemben nagyon kevés a szántóföld, tehát amikor olyan időszak volt, hogy valami miatt kevés gabona termett, akkor a gesztenyéből akár kenyeret is lehetett sütni. A megye legnagyobb gesztenye ünnepét idén az önkormányzati választások miatt korábban tartották Velemben, alig érett még akkor a gesztenye. Így hiába volt rengeteg vendég a faluban, csak keveset tudtak nekik sütni, később meg a vásárlóból nem volt elég, mégis gyorsan elfogyott az idei termés. Kern Istvánék már csak néhány kiló gesztenyét tárolnak a kapuszínben, egy hektáros gesztenyésükben már csak az üres gubók árulkodnak a szezonról, amit nem szedtek össze időben, a vaddisznók azonnal felfajták. Elég siralmas volt, sokkal kevesebb gesztenye volt, mint a korábbi években, és ez a tendencia sajnos úgy néz ki, hogy folytatódik, hogy évről évre kevesebb a termés. Nyáron volt egy nagyon komoly jégeső, július végén, úgy látszik, hogy ez is a gesztenyének nagyon betett. Jégeső, szélvihar, majd az augusztusi forróság sem tett jót az idei termésnek, a gesztenye eltarthatósága is véges, ezért a velemiek, hogy később is tudjanak a hagyományos módon sütni vendégeiknek, lefagyasztják a gyümölcsöt héjastól, vagy feldolgozva masszaként tartósítják.